A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ismét országos erdei füles bagoly telelőhely felmérést hirdet a lakosság számára. Karcak belvárosában is tömegesen telelnek a bagyok. A bagyok a városi MOL benzinkút mellett telelnek. Az emeletes ház mögötti fa ágain több tucat bagoly pihen. A szakember szerint ez ilyenkor természetes. A madarakat megzavarni azonban nem szabad. Sőt, érdemes elővigyázatosnak is lenni, autóval lehetőleg ne parkoljunk olyan fa alá, ahol a bagyok találhatók, mert a bagolyköpet kár tehet a járműven. A telelő bagyok lakossági felmérése kettős célt szolgál. Egyrészt az adatközlők szélesebb köre sokkal pontosabb országos információkkal szolgálhat. A jelenség területi eloszlásáról és nagyságrendjéről, mintha a felmérés csak hivatásos szakemberek végeznék. Másrészt tájékoztatja is az embereket erről a különleges állati viselkedésről, arra buzdítva gyerekeket és felnőtteket, hogy több időt töltsenek a szabadban természetvédelmileg is hasznos önkéntes munkát végezve, hazai gazdag madárvilágnak védelme érdekében. Az erdei fülesbagyok különleges viselkedése, hogy a téli időszakban csapatosan keresik fel a települések, különösen az agrárterületek falvainak és városainak belterületeit. Egy-egy ilyen lehetőleg többnyire néhány vagy néhány tucat egyet található, de Magyarországon a bagyok fővárosában, turkevén, illetve a szomszédos kisújszálláson a telelő erdei fülesbagyok száma egyes években az ezer példánt is meghaladhatja. Az erdei fülesbagyok mellett a telelő csapatokhoz alkalmilag néhány réti fülesbagoly, továbbá egy-egy kuvik és macskabagoly is csatlakozhat. Az erdei fülesbagyok téli gyüleköző felmérési programját a a Természetvédelmi Egyesület kezdte 2009-ben, amit 2018-tól az MME ragadozó madár védelmi szakosztály szervez. A részletek letölthetők a képernyőn olvasható weblapról.